Reznyák Péter, kivitelező építész vagyok, sziasztok, a szakellenőr. Hogyan lehet fillérekből árnyékolást csinálni, de ha nem is egészen fillérekből, mondjuk azt, hogy forintokból. Nemrégiben volt egy videó, amikor egy ilyen klimatikus pergolát mutattam nektek, ami egy elég komoly összegbe kerül, és azt gondolom, annak is megvan a helye. Ebben a videóban viszont arról lesz szó, hogy hogyan tudsz tényleg nagyon olcsón és tényleg szinte forintokból, fillérekből egy nagyon egyszerű árnyékolást csinálni, hogy ne szenvedj a naptól. Úgyhogy meg is folytatom a kamerát, és megmutatom nektek, hogy ez egész pontosan hogyan néz ki. Hogyha megnézitek, itt a fejem fölött jól látható, hogy egy zöld növényzetet futtattam fel egy favázra, amit baromi egyszerűen oldottam meg. Egyszerűen nem akartam túl bonyolítani. Egy volt a lényeg, minél egyszerűbb legyen, minél zöldebb legyen, és minél költséghatékonyabb legyen, és kíváncsi voltam, hogy mi lesz az eredmény, én nagyon meg vagyok vele elégedve. Szóval akkor nézzük. Annak talán már 20 éve is van, hogy ezeket a mandula fákat elültettük itt a feleségemmel, a teraszunk mentén, és hamar rájöttünk, hogy ezek bizony sokára fognak úgy megerősödni, hogy valódi árnyékot nyújtsanak nekünk. Láthatjátok, hogy most már vagy arasznyi törzs átmérője van ezeknek a fáknak. Itt, ami hátrébb van, ennek már másfél arasz is megvan a törzs átmérője. Úgyhogy valamit ki kellett találni. És hát nagyon egyszerűen megoldottam a kérdést. Itt látható ez az akác oszlop, amit itt beállítottam. Meg lett égetve az oszlopnak a vége, és szépen ide fel lett állítva, és egy fenyő pallót tettem a tetejére, és ezt egy kis acél csatlakozó elemmel rögzítettem a homlokzathoz. És erre aztán ilyen léceket raktam fel, amire eleinte nátszövetet raktam, és így árnyékoltuk itt ezt a teraszt, akkor még nagyon fiatalok voltunk, nem volt pénzünk komolyabb megoldásra, és kísérleteztem, hogy hogyan lehetne ezt jól megoldani, és ezzel párhuzamosan elültettünk ide trombita fonyondárt és vadszőlőt, ennek a törzsét látjátok itt, ami most már jó néhány éve nődögél, de nagyon gyorsan egy egybefüggő zöld felületet adott. Amint látjátok, itt most egy délutáni komoly napfény van, és ezen bizony nem nagyon jön át a napfény, csak egy ilyen nagyon kellemes, szűrt dzsungel zöld fény van itt, ami egy kicsit becsapja a kamerát is. De én ezt nagyon élvezem, mert itt kint most a napon jó meleg van. Egyébként 27 fokot mutat a hőmérő, és a napon ez bizony már elég sok. Itt viszont a árnyékoló alatt kiváló. És aztán szépen benőtte, és ez minden évben kilombosodik, ahogy megjön a meleg, és azonnal adja itt az árnyékot. Tény az, hogy ezzel relatív sötét a nappali, de egy ilyen nagyon kellemes, zöldes, derengő fény van, mint egy őserdőbe. És ez nagyon kellemes a legnagyobb kánikulába is. És egyébként ide a teraszra kiválóan ki lehet ülni. És ma is itt kint ebédeltünk, és teljesen jól lehetett élvezni itt a klímát. Nem volt az embernek melege még akkor sem, hogyha egyébként sütött a nap elég jól. Akkor, amikor ez a terasz megépült, akkor én egy faburkolatot raktam le ide. Most már egy bontott tégla van. És mind a kettőnek az volt a jelentősége, hogy nem tudott olyan gyorsan felforrósodni. Ugye a faburkolat az önmagában elég jól ellenállt a nap hevének. Nyilván egy 20 év alatt az tönkrement, ez az akácfa burkolat. És aztán ezt cseréltem le egy bontott téglára, ami szándékosan bontott tégla és nem kerámia, meg egyebek, mert ez magába veszi a vizet, ez is meggázott itt most az elmúlt napokban, párologtat, és néhány fokkal hűvösebb van a legnagyobb kánikulában. És nekem ezek a rusztikus dolgok bejönnek, úgyhogy nekem ezzel semmi gondom, lehet, hogy valakinek ez nem annyira tetszik, néhány tégla kicsorbul, kifagy, akkor azt kicserélem, de ezek legalább 200 éves téglák, látható itt Gróf Nádasdi téglája ez. Ez egy SW, SW, ez a
Székesfehérvár, Stolweissenburg. Úgyhogy van itt mindenféle tégla, és ezek is hozzájárulnak ahhoz, hogy ez egy kellemes klímájú terasz legyen, és hát ez tényleg egy nagyon olcsó kisköltségvetésű dolog volt, hiszen az említett akácoszlopból kellett 4 darab, olyan 10-12 centi átmérőjű, és kellett hozzá 4 darab fenyőpalló. A fenyőpallókat befestettem, és ezeket a léceket, amik itt a növényeket tartják, ezeket nem, szándékosan nem. Pár évente kicserélem, hogyha tönkre mennek, és akkor meg lehet újítani ezt a növényzetet is. Úgyhogy ez egy költséghatékony és eléggé bio-öko pergola. Bírja az időjárás viszontagságait, mert mindig megújul. Úgyhogy ha neked ez a stílus bejön, akkor ez egy hatékony megoldás tud lenni. Úgyhogy így lehet árnyékolni, és így aztán nem is melegszik túl a nappali. El lehet viselni a legnagyobb kánikulát is, és kellemes a levegő a teraszon is. Remélem, hasznos információkat adtam, és hogyha van kedved, akkor csináld meg, még nem késő. Hogyha idén nekiállsz, akkor első évben egy náddal, vagy esetleg egy szövettel lehet árnyékolni, aztán elülteted a növényeket az ősz folyamán, vagy amikor éppen az adott növényt praktikus elültetni. Nem vagyok kertész, ennek érdemes utána nézni, és utána szépen be fogja futni a következő pár évbe a növényzet ezt az árnyékolódat, és akkor kellemes árnyékot fog adni. Az a lényeg, hogy az ablak előtt legalább másfél métert jöjjön ki ez az árnyékoló, és akkor a szobát valóban be fogja árnyékolni nyáron is. Mindenképpen olyan növényt érdemes választani, ami lombhullató, és figyelembe kell venni azt is, hogy az ilyen nagyon agresszív növények, mint például a trombita, folyondár, az visszaüthet, mert azt egy idő után nagyon keményen kell írtani, mert még a kéményre is fölkuszik, úgyhogy ennek is nézz utána. Ha már pünkösd, akkor legyen egy pünkösdi üzenet. Egy kedves ügyfelemtől kaptam ezt a pólót, és most így éppen aktuális. És egy fontos dolog így közbevetőleg, ha már olcsó és egyszerű megoldásokról beszélünk, akkor ne feledd, ezen a hétvégén lesz a falszárítós workshop, ahol meg tudjuk nézni azt, hogy hogyan lehet drága és bonyolult műszaki megoldások nélkül falat szárítani úgy, hogy akár egy 200 éves régi vályogfal és puskapor száraz lesz, és mindez nem fogja a bankszámládat nullára leszívni, leginkább azért, mert majd saját magad is meg fogod tudni csinálni. Ennek a videónak a végére is kiteszem majd a linket, hogy hogyan tudtok erre a workshopra jelentkezni, ami egyébként Úrhidán lesz, Székesfehérvártól nem messze. Sziasztok! Na, sziasztok, további szép napot nektek, jó építkezést, építkezzetek jól, és Isten áld az tisztes ipart. Sziasztok, a szakellenőr voltam.